Ünnepi hangulat uralkodott a sportházban szombaton este. Egyrésztről a szezon utolsó hazai meccsét játszotta a Kazinc Barcika ellen az Opus Tigás Hajdúszoboszló, másrésztről pedig Kovács László megkérte a párja kezét. Harmadrésztről egy végletekig kiélezett meccsen legyőzték az esélyesebbnek tartott borsodi együttest. Hagyományosan egyesével vonultak pályára a játékosok az Opus Tigás Hajdúszoboszló szezonbeli utolsó hazai mérkőzésén. A Kazinc Barcikai játékosok után egy kivételével minden hazai játékos megérkezett a pályára. Egyiküknek, a csapatkapitánynak, Kovács Lászlónak a zsúfolt lelátón jutott hely. A párja kezét kérte meg. A váratlan kérdés után nem volt meglepő a válasz. Szondi Fanni könnyek között mondott igent. Viszont a könnyeivel ezután már egyedül kellett megküzdenie. Lacit ugyanis várta a hivatása, és kapitányként megérkezett a pályára. A mérkőzés első góljánál ő szolgálta ki Szatmári Leventét, akinek ezen a meccsen szinte minden bejött. Itt is kiszorított helyzetből a kapus lába között pattintott a kapuba. A gyors középkezdés után viszont azonnal egyenlített a Kazinc Barcika. A következő két találat is ilyen gyorsan született. Nagy Ádám talpról lőtt a kapu jobb alsó sarkába. Ezután pedig a vendégek szintén azonnal válaszoltak. Bagi István tehetetlen volt. A gyors gólok az elején megadták az alaphangulatot a találkozóra. A lelátó csordulásig megtelt. A 3-400 néző igazi oroszlán barlangá alakította ki a sportházat. A csapatok nagyot küzdöttek végig. Fej-fej mellett haladtak. A 18-18-as félidei eredményt a Kazinc Barcika alakította ki. Az utolsó lehetőségünkből ugyanis nem sikerült gólt szereznünk. A meccs előtti és az első félidei show a szünetben sem állt meg. A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola táncoskái és a Smiley Dance táncosai szórakoztatták a közönséget. Előbb egy szallagos táncot, majd egy hip-hop duót, végül pedig egy diszkó finálét mutattak be. A show tehát közel egy órája tartott, amely a második félidőben is folytatódott. A közönségen semmi nem múlt. A második félidő is eufórikus hangulatban kezdődött, és ugyanígy végződött. Szatmári Levente keretbe foglalta a hazai találatokat, hiszen ő nyitotta és zárta azoknak a sorát. Bodnár Máté labdaszerzése után ő gyújtotta be a rakétákat és robogott végig, ezzel megszerezve a 34. hazai találatot. A 34-31-es végeredményt a vendégek állították be. Az utolsó gól az övék volt, de a showt nem sikerült elrontaniuk, hiszen az utolsó hazai mérkőzésen mindenki egymásra talált.
a játékosok és a szurkolók, Kovács László és a párja, no meg Szatmári Levente és a helyzet kihasználás is. Igazából mi egész szezonban erre törekedünk, az összes edzést erre hegyezzük igazából, hogy minél hosszabb távon, minél stabilabban tudjuk tartani azt a szintet, amit elvárunk magunktól, és ezt lépésről lépésre építeni. Az edzéseink ritmusa is így van kialakítva, hogy folyamatosan próbáljunk olyan elemeket használni, amivel ezt a állóképesség és lerohanás játékot magas szinten tudjuk hozni itt ebbe a bajnokságba. Aztán van, amikor ez jön ki belőle, és nagyon jó szájízzel adjuk el a pályát, van, amikor kevésbé, de ugye azon dolgozunk hétről hétre, hogy ez a mutatott tendencia, ez kiegyenesedjen is természetesen pozitív irányba. A Gyimesi Ádám talán élete mérkőzését játszotta, de talán a szezon egyik legjobb teljesítményét produkálta, csak ámultunk és bámultunk, minden pozícióból sikerült betalálni. Szerencsére itt a tavaszi fél évben ez volt az egyik legjobb meccsem hazai pályán, idegenben szerencsére azért többször kijött a lépés jól. Valóban, ahonnan sikerült onnan helyzetet kialakítani, onnan sikerült be is találni, hál' Istennek, de tehát ez csapatmunka volt. Ha kellett, Bagi Pisti parádézott a kapuban, Husia Bodnár Máté a vonalról, tehát Levi is talán hibátlanul lőtt, szoktunk is viccelődni Levivel, hogy na, most A vagy B hét lesz a meccsen, tehát vagy én lövök hibátlanul nagyjából, vagy ő. Idén először szerencsére kijött az A és B hét. Hornyák Lajos a meccs hevében mindig adja az utasításokat a játékosoknak. Ha kell, a bíróknál is reklamál, a tapasztalata sokat ér a csapatnak. Meccs közben van, nem is nagyon halljuk, tehát hogyha én vagyok közelebb az oldalon, az én továbbítom a srácoknak a dolgokat az öltözőben, ott persze fél időben nagyon sokat hozzátesz, hogy mit, hogy kéne, meg esetleg ha le tudunk cserélni, mert ugye sajnos most elég fokhias volt a csapat, akkor ott a padon azért megmossa a fejeket kicsit, hogy mit és hogy kéne, de tehát plusz-plusz, azért egy nagy szaktekintélyről beszélünk, tehát több éves edzői tapasztalat, nagyon sok utánpótlás, magyar bajnoki cím, edző volt több felnőtt csapatnál is, tehát mindenképpen egy pozitívum az ő személye. Alig lehet hallani az ő hangját, miért? Hál' Istennek fantasztikus közönségünk van itthon, meccsről meccsre, hétről hétre, hihetetlen milyen hangulatot nyújtanak. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy ne nézzük az eredményt, hanem csináljuk, ha kiadjunk egy helyzetet, akkor se bátortalanodjunk el, hanem üssük tovább a vasat, amíg meleg, és aztán utána felnézzünk az eredményjelzőre, és lesz valami. Ezzel párosult most úgy gondolom egy olyan szintű akarás, hogy most egy három meccses vereségi szériából jövünk, amit nagyrészt magunknak köszönhetünk, hiszen volt ott olyan mérkőzés, amit kötelező lett volna megnyerni, viszont nem sikerült, nem voltunk fejben ott, és úgy gondolom, hogy egy ilyen jó erőkből állok az izbarcok ellen, minden egyes percet meg kell élni igazából, mert nagyon jó játékerőt képviselnek, gyorsak, igazi modern kézilabdát játszanak, és úgy gondolom, hogy nekünk sokkal jobban megy az ilyen tényleg az ilyen pörgős, jó lábmunkával játszó játékosok ellen játszani, mint amikor a csúnyán fogalmazva tökesz-lökesz ellen kell saját magunkat felpörgetni. Mit jelent a csapat számára ez a hatalmas, hát mondjuk úgy, hogy katlan vagy oroszlán barlang? Ekkora pluszt ad a csapatnak? Tehát azért én úgy gondolom, hogy ők ehhez a három gólos különbséghez igencsak hozzájárultak. Tehát ők a nyolcadik játékos a pályán pontosan, tehát amikor már a utolsó utáni energiánkat nyomjuk bele, akkor jön a plusz, és akkor jön a plusz onnan fentről, és tehát nem lehet hibázni ilyen közönség előtted. Szerencsére idén nagy mértékkel sikerült őket jól kiszolgálni, például a múlt heti meccs, sajnos vereséget szenvedtünk, de szerintem akkor voltak a legbüszkébbek Lankiton hazai pályán. A győzelem mellett mást is ünnepelhetett Kovács László, ugyanis a párjától azt a választ kapta, amire készült. Eljött a bemelegítés és rohanni kellett, ugye, mert állítólag itt magamat jutottam eszembe, hogy hát itt valakit el kell majd venni, illetve hát majd meg kell, el kell jegyezni. Úgyhogy izgalmas volt mind a mellett, hogy egy nagyon fontos meccs volt előttünk, amit mindenképpen szerettünk volna megnyerni, így búcsúzni a hazai közönségünktől, és meghálálni nekik azt a sok szeretetet, amit kaptunk tőlük az elmúlt időszakban, még akkor is, amikor pandémiás helyzet volt és maszkban kellett jönni, ők akkor is kiálltak mellettünk, úgyhogy szeretnénk őket egyrészt megtartani, és bízunk benne, hogy a jövő évben is legalább ennyien vannak, vagy lesznek kint. Hát teltház volt, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi ember előtt sikerült egy hatalmas nagy igent kapnom. A teljesítményeden egyáltalán nem látszott, hogy azért itt volt egy magánéleti akció is. Hogyan sikerül ilyenkor ezeket összehangolni? Tehát, hogy egyik nem menjen a másiknak a kárára, úgymond. Hát ilyen magánéleti akcióból egyet szeretnék, és többet nem.
elég nehéz volt igazából, de próbáltam mindenhol kihozni maximumot magamból. A bemelegítésnél, amit levezényeltem, ott vettem észre egy kicsit, hogy úristen, annyira nincs itt a fejem, hogy azt sem tudom, melyik után mi következik, de hál' Istennek ezt is megoldottuk, és hát végül szoros meccsen, de igazából nyertük. Szerintem közönség szórakoztató volt, és nagyon élveztük. Nagyon köszönöm mindenkinek a szurkolását. Valamikor tavaly nyáron, amikor ezt a Opus Tigás Hajdúszoboszló projektet közösen elkezdtük, akkor valahol lelkünk mélyén ilyen meccsekről álmodoztunk, mint az a mostani. Hozzáteszem, az izgalmakban a korábbi meccseiken sem volt hiány, leginkább a hazai meccseken gyakorlatilag szinte nem volt, hogy ne az utolsó percekbe dőljön el, és a szurkolóink is végig nagyon lelkesen buzítottak minket az egész szezon során, sőt az idegenbeli meccsekre is egyre nagyobb számban eljárnak, és sokszor katlan hangulatot teremtünk vendégként is, legyen az Miskolc, Kazincbarcika, vagy akár Hajdú Böszörmény. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy sok nagyon jó hangulatú meccsünk volt, de valahogy ez a mostani az élre kívánkozik a rangsorban. Ebben szerepet játszott az utolsó hazai meccsünk volt. A tabellán az egyik nagy riválisunkat tudtuk, ha nem is magabiztosan, de óriási izgalmakkal, óriási szívvel és küzdőszellemmel legyőzni. Volt egy rendhagyó lánykérés, ami azt gondolom, hogy megadta a meccsek az alaphangját, és ezúton is gratulálok Faninak és Kokónak, csapatkapitányunknak a mai naphoz. Különleges volt, hogy polgármester úr is most először tudott hazai meccsre kilátogatni a kedves feleségével, és mivel az utolsó percben egymás mellettem állva felállva tapsolta is a csapatot, így véletlenül jól érezte magát. Úgyhogy most tényleg azt gondolom, hogy minden összejött, és el kell ismerni, hogy egy nagyon sportszerű ellenfél volt a Kazincbarcika. Ha röviden, tömören értékelni kellene az eddigi szezont, ugye még nincs vége, még egy találkozó van, akkor hogyan értékelnéd a csapatnak a teljesítményét? Kezdeném azzal, hogy tavaly ilyenkor nagyon-nagyon ideges helyzetben voltunk, hiszen még a kiesés ellen küzdöttünk, és még az utolsó mérkőzés előtt is tudni, még nem voltunk biztosak benne, hogy egyáltalán bemaradunk-e. Ez a teher már jó néhány mérkőzés óta lejött rólunk, és felszabadultabban tudtunk játszani, és tudtunk olyan eredményeket hozni, amivel sokkal több pontot tudtunk már szerezni, illetve hát nem is sokkal, de több pontot szereztünk, mint tavaly ilyenkor, ami bőven elég volt ahhoz, hogy bennmaradjunk. Tudjuk, hogy mik a hiányosságaink, és tudjuk, hogy milyen posztokon kell majd erősítenünk, úgyhogy azon vagyunk, hogy most ezeket a posztokat megerősítsük, és augusztusban belevágunk a munkába, és szeretnénk, hogy minél több néző előtt minél jobb eredményt érjünk el, mert ez a célunk. Tavalyhoz képest mindenképpen nagy előrelépés, ugye sokáig versenyben voltunk a bronzéremért, aztán egy nem vár döntetlen a Kisvárda ellen, talán az első vagy a második meccsünkön a tavaszi szezonban az fájt a legjobban talán, de mindenképpen előrelépés, építkezünk és megyünk előre. Ugye azt tudni kell, hogy ebben a szerkezetben ez az első évünk, nagyon sok új játékosunk volt, és a szezon elején érződött, hogy még nem vagyunk teljesen összeérve. Úgy gondolom, hogy a november vége körül volt egy olyan pont, amikor elkezdtünk beérni, mindenki elkezdte érezni a másik mozgását, és utána volt egy, nem akarok hülyeséget mondani, 6 vagy 7 mérkőzéses vereségi szériánk, amikor tényleg minden klappolt. Szóval én úgy gondolom, hogy első évhez képest pozitívan tekinthetünk előre, mi már azért tervezzük a következő évet is fejben, és próbálunk a jövő évre egy ennél is jobb eredményt elérni. Az mindenképpen tanulság, hogy a kézilabda NB2-ben bármelyik meccsen bármi megtörtént, tehát hihetetlen izgalmak vannak, úgyhogy ha az ember egy nyugodt hétvégére vágyik, akkor inkább horgászni menjen, én azt mondom. Tehát az Opus Tigás Hajdúszoboszló meccsen garantált az izgalom mindig, viszont szerencsére mindig van 200-300 ember, aki inkább az izgalmakat szereti. Hihetetlen lelkes szurkoló táborunk, valamit nem győzök elégszer hangsúlyozni. Valóban igazad van abban, hogy az őszi szezon talán kicsit hullámzóbb volt, akkor voltak bántóan gyenge meccseink is, és voltak bravúros idegenbeli győzelmek. Főleg hazai pályán éreztük azt, hogy félig üres a pohár, viszonylag kevésszer sikerült, hogy jól jönnek ki a lépés. A fordulópontot talán az utolsó hazai meccsünk, őszi hazai meccsünk a Deac elleni jelentette, ahol egy jó formában lévő, nálunk sokkal előklepén álló csapatot sikert óriási szívvel, fegyelmezett védekezéssel legyőzünk, és aztán tényleg csodálatosan indult a tavasz, és ahogy már említettem, akár titkon én már a bronzban is reménykedtem, de azt gondolom, most ez a negyedik, hatodik hely, ahol valószínűleg végezni fogunk a szezon végén, én bízok benne, inkább a negyedik, ötödik lesz, mint a hatodik, de a tavalyi utolsó, amikor az utolsó fordulóban dőlt el a sorsunk, sőt, mikor lefújták a bajnokságot, még akkor sem tudtunk, hogy esetleg a zöld asztal mellett mégsem kerülünk-e a vonal alá.
úgyhogy ahhoz képest úgy gondolom, hogy végén nyugodt szezon tudtunk teljesíteni, gyakorlatilag már ősszel úgy vonultunk pihenőre, hogy a biztos bennmaradás megvan, ezt vállalta a csapat felénk a vezetés felé, mi pedig ezt a főszponzorinknak ezt ígértük, hogy a tavalyi évhez képest mindenképpen előrelépünk, és hogy egy szerethető, fő hazai pályán mindenkire veszélyes csapatot építünk. Ez volt az elvárás, nem helyezések. Úgy gondolom, hogy a mai meccs bebizonyította, illetve az egész tavaszi szezon, hogy szerethető volt a csapatunk, hazai pályán mindenkivel felvettük a versenyt, amikor nem sikerült győznünk, akkor is minden elismerést megérdemeltek a fiúk, és a közönség megtapsolta őket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak így tovább. Mit jelent a csapatnak az Opus Tigáznak a támogatása? Én azt gondolom, hogy egy ilyen stabil háttér mellett úgy érzem, hogy tök jó, hogy csak a munkákra kell koncentrálni, és semmi másra nem kell, igazából minden elénk van rakva. Az a lényeg, hogy a szurkolókat kiszolgáljuk, és magunknak is örömet szerezzünk. Ez egy tök jó dolog. Úgy gondolom, hogy minőségben a csapatunk alapvetően jó, persze vannak hiányposztok, illetve vannak olyan posztok, ahol talán nem olyan nagy a konkurencia, mint ami kellene, és a mostani meccset gyakorlatilag majdnem, hogy elfogyott a kispadunk, tehát ezért is nagy dolog, hogy gyakorlatilag egy-két cserével tudtuk ezt a mai meccset megoldani. Én úgy gondolom, hogy posztra mindenképpen igazolni kell, és hogyha tartósan jó eredményeket akarunk elérni, akkor mind minőségben, mind mennyiségben egy kicsit még mélyítenünk kell azért a keretet. Az anyagiak úgy tűnik, hogy rendelkezésre állnak, igyekszünk visszafogottan gazdálkodni, nem mi vagyunk az a klub, aki a legnagyobbakat ígér a játékosoknak, úgyhogy mi próbálunk a tabellán elfoglalt helyezésünkön javítani, és ami a legfontosabb, hogy amit ígérünk a játékosoknak, azt mindig be is fogjuk tartani.